Már elkezdődött a levendula betakarítás a Pannonhalmán. Az apátság kertjének több mint felét borítja a növény. Ennek nagy részét lepárolják, olaját üvegbe töltik, vagy kozmetikumokat készítenek belőle. Nagyjából egy ilyen 250-270 kilót taposnak bele a fiúk az üstbe, amit ezt követően jó erősen lezárunk, és gőzt engedünk rá különböző nyomáson, ez mindig a növénytől függ, hogy hány fokon pontosan, mekkora nyomáson pontosan, és nagyjából egy másfél órát hagyjuk a levendulát benne ezekben az üstökben. Az illóolaj először egy hűtőtartályba, majd egy edénybe kerül, ahol végül külön válik a víztől. A komposzt kiemelésekor pedig a gőz is távozik a rendszerből. Aki július 11-én látogat el Pannonhalmára, a lepárlást biztosan megnézheti. A levendulahetek azonban addig is sok meglepetést tartogatnak a látogatóknak. Levendulaheteket mindig a levendula virágzására időzítjük, és így történik ez most is. Itt a háttérben be lehet látni, hogy gyönyörű szépen virágzik a francia levendula. Ezzel kezdődik az év, és ezt követően pedig jön az angol levendula. Hát ilyenkor rengeteg kézműves programunk van, amellett, hogy egyébként meg a levendula betakarításával foglalkozunk mi magunk. A francia levendulát gyógynövényként tartják számon, míg az angolt elsősorban kozmetikai célokra használják. A látogatók sok más érdekességet is megtudhatnak a növényről. Betekintést nyerhetnek termesztésének történetébe, a frissen levágott levendulából csokrokat, az olajának felhasználásával előállított szappanból pedig apróbb szobrokat készíthetnek. A levendulahetek július 12-ig tartanak.